Na sziasztok! Biztos láttátok, hogy tettem ki egy másik videót, ez az angol nyelvű ugyanaz a Linux árbítás dolog volt, de most szakmázunk megint egy kicsit, és térünk kicsit vissza megint a Linuxos videósorozatomra, ugyanis volt egy nagyon jó kis lehetőség, illetve adódott egy eset, ami miatt egyébként is én is ki akarok próbálgatni bizonyos dolgokat, és ezt szeretném megmutogatni a videóba. Mert mondtam is a haveromnak, hogy jó, akkor ezt fel is vehetném, úgyhogy most ezt így vágatlanul fölveszik. Na szóval, a Linuxról ugye még azért valamennyire sokan tudják, hogy hú, bármi elfut ilyen, mit tudom én, gagyi gépeken is, persze attól még jó, hogy van egy jó erős gépetek, tudtok rajta, mit tudom, játszani, tudtok rajta renderelni videókat Blenderbe, meg tudtok ilyen mesterséges neuronhálós, mesterséges intelligenciás dolgokat számolgatni, szimulációkat futtatni. Úgyhogy jó az, hogy erős a gépetek. Húha. Bocsánat. Na. Szóval jó az, hogy erős a gépetek, csak a Linux az ugye spórol az erőforrásokkal. És nem csak spórol, hanem mivel ez egy nyílt rendszer, bárki bármilyen új eszközéhez hozzáírhatja. Úgyhogy van ez a mondás, hogy ilyen kenyérfrítón is elfut meg mindenféle mondások. Fantazmagóriák. Na szóval. Úgyhogy van itt egy érdekes kis gép, amire be fogunk SSH-zni, tehát távoli kapcsolatozni. És nézzük meg ezt a gépet. Ez egy Linuxos számítógép. Úgyhogy most belépünk a másik gépre, kér egy jelszót. Persze Linuxon ezt nem látjátok még a csillagokat se, hogy hány betűvel áll. És beléptünk a másik gépre. Ez teljesen úgy néz ki, látjátok, olyan terminálja van, mint az én gépemnek, csak most a másikon futunk. És mit kell tudni erről a gépről igazából? Miért olyan nagyon érdekes ez a videó? Nézzük meg, hogy milyen programok vannak rajta. Most ezek csak az alaprendszer programok, hogyha valaki kicsit Linuxos, akkor ez ilyen ismerős dolog. Nézd, például van rajta VI. A VI-ból itt talán már egy kicsit így feltűnhet, hogy itt van ilyen szöveg, hogy BusyBox, meg ilyen, aki kicsit a Linuxhoz ért, az esetleg gondolkozhat, hogy hú, ez valami érdekesebb rendszer, ez nem csak egy sima szerver, amire beléptünk. És itt ugye felsorolja, hogy mik azok a funkciók, amiket a VI tud használni. Az a szöveg szerkesztő program. És nézzük meg, mondjuk mennyi memória szabad ezen a gépen, és mennyi van használatban, amire éppen most beléptünk. Na ez már nagyon is érdekes. Tehát összesen 30 mega RAM van a gépen, amire most beléptünk, ez egy nagyon-nagyon kicsi számítógép, 30 megabyte, és 14-et használ az operációs rendszer. Ez most nem ugyanaz a gép, ahonnan streamelek, ez egy másik számítógépre közben beléptünk, jó? Tehát, hogy azért nyilván a streamelést azért ennyiben nem lehetne megoldani, bár ki tudja, de az nagyon-nagyon hardcore volna, szóval azt nem adnám. Viszont attól még érdekes, hogy tényleg ilyen kicsi számítógépekre is föl lehet tenni a Linuxot. És akkor egyáltalán milyen számítógép ez? Ez valami szerver? Ez nem szerver, akkor marad kevés benne a RAM. Nagyon egyszerű BusyBox van rajta, mindenféle dolog. Nézzük meg, hogy milyen rendszer ez. És ez a Linux Milkway Duo, egy nagyon kicsi RISC-V típusú számítógép. Na most a RISC-V-ről azt kell tudni, az olyan, mint a Linux, hogy teljesen open source és nyílt, csak az nem szoftver, hanem hardware. És képzeljétek el, ez a számítógép, amire most mi beléptünk, ez olyan kicsi, hogy a doboza, amiben jött, tehát a doboza, nem maga a gép, a doboza az ez. Látjátok? Ez a doboza. Oké? Okay? Tehát ez maga a számítógép, amire ráléptünk. Ezen fut a Linux, amit most streamelek nektek, jó? Gondolom azért kicsit nem árt, ha így eltelik egy-két másodperc, amíg ez így beépül az ember tudatába. Ugye maga ekkora a doboza. És ez a RISC-V, ahogy mondtam, vagy elkezdtem mondani, ez egy open source hardware, tehát nem szoftver, hanem ez szó szerint egy hardware, aminek minden egyes terve, dokumentációja, a processzor architektúrája, utasításkészlete, mind teljesen nyílt, nincsen benne semmilyen ipari titok, meg semmilyen dolog, bárki legyárthatja, és hát ez Kínába gyártották ezt a kis mini változatot belőle. Itt rá is van kicsit írkálva, semmi dokumentációval nem is nagyon jön, csak egy weboldalra, ott persze viszont nagyon sok dokumentáció van, majd megmutatom. De alapvetően, hogy miről van szó, hát összesen 64 mega RAM van benne, de
két magos, és az egyik az egy real-time operációs rendszer FreeRT OS, tehát a másik az meg egy Linux, és ezt így meg lehet osztani, be lehet állítgatni, szóval nem is teljesen lehet az egészet használni, mert például a kamera interfésze is van, és például tudtok vele ilyen biztonsági kamerát építeni, vagy valami, de teljesen Linux alapú, tehát a megszokott programozással, meg minden. Van hozzá 10x100-as Ethernet, egy USB-C, ami betáplálásnak van, és a Ethernet az olyan, hogy azt rá kell forrasztani a csatlakozót, mert csatlakozóval nem jön, mert nem mindenkinek van rá szüksége. És két mag, ugye 1 GHz-en 64 MB RAM, és RISC-V architektúrával. Úgyhogy ez a legolcsóbb RISC-V-s gép, és az egész az körülbelül 2000 forint. AliExpress, kész. Vettem, hogy ötöt, mert hát egyszerűen annyira olcsó, hogy igazából ezek bármire jók. Van is olyan projekt, amivel lehet, hogy ezt fogom betenni, nem olyat, ami mindig hiányos és nem érkezik meg. Na jó. Ja igen, még méretaránynak. Ez itt egy tápcsatlakozó, tehát látjátok, igazából kisebb. SD kártya. Oké. Pendrive. Jó, tehát ez nagyon kicsi ez az út. Meg is mutatom egyébként. Be van dugva a gépbe. Ez maga a számítógép. Erre léptünk rá. És azért villog, mert rajta van egy kicsi program, amivel ezt a ledet villogtatom, az most mindegy. Már megpróbáltam. Viszont nézzétek meg, oké, haladjunk egy kicsit tovább. És van-e rajta GCC? Nincs rajta GCC? Van-e rajta Vim? Nincs rajta Vim? Tehát az elég sok program még sincsen rajta, de van például VI, tehát tudunk szöveget szerkeszteni. Hello, szöveg. És akkor TXT, és akkor nézzük meg, hogy LS, látjátok, oda megkeletkezett ez a szöveg, van TXT a file rendszerbe, tudunk könyvtárakat is csinálni, és akkor a szöveget bemásáljuk a könyvtárba. Látjátok, ott egy könyvtár, be tudok menni a könyvtárba. Tehát egy rendes számítógép. Oké, tehát hogy az ékezetet nem mindig van beállítva, mondjuk neki, mert ez most így jött gyárilag. Jó, tehát hogy igazából csak azt akartam mutatni, hogy ez egy rendes számítógép, de van bizonyos korlát. Például nem volt rajta fordító, tehát nincs rajta Python, C++, vagy valami dolog. Úgyhogy tegyünk most rá egy sima C fordítót, ezt kimegyünk innen, most visszamentem az én gépemre, tehát kijöttünk az SSH-ból, ez ilyen, aki nem Linux-es, ezt fogja fel ilyen távoli asztalnak, vagy valaminek, tehát ott van egy closed, kiléptünk. Most azt csináljuk, hogy itt nézzétek meg, letöltöttem hozzá a TinyCC dolgot, meg az image-et, tehát egy kicsi SD kártyára feltettem az image-et. Egyébként az egész image az valami, nem tudom, ilyen, valami pár száz megabájtos. Tehát, hogy még a helyfoglalása SD kártyán is iszonyatosan kevés. És azt mondom, hogy akkor SCP-vel, ugye az SSH-val bejelentkezni tudok a gépre, SCP-vel, meg Secure Copy-val a másik gépre átmásolni az enyémről dolgokat. És azt mondjuk, hogy másoljuk át a Milkway Duo. Ezt még nem próbáltam ki, de hát mindennek itt van az ideje. Állítólag ez működik, majd most meglátjuk, hogy ez mennyire jól működik. Na, másoljuk át ezt a fájt. A 192.168.1.42.1-re. És ott a home könyvtárba. Ja, és akkor ide azt mondjuk, hogy root. Hát itt most root vagyok ezen a gépen. Hát nem csúnya, de rootjogos útsággal. Na, elkírja a jelszót. SFT. Ja. Nagyon, nagyon új a gépen, már itt a rendes laptopon, mert ugye Arch Linux az Rolling Disk, elmondani ezt a minusz O. Nem nulla, hanem minusz O, mint old üzemmód, régi üzemmód.
Az SCP az régen nem ezt a SFTP-t használta, és biztos, hogy még nem azt használják. Ez most kíváncsiak, hogy csak ezzel a baj. Na. Aha, másolódik. Közben láttatok a százalékokat, csak eltökartam. Na szóval, fölmásoltuk a szép fordítót. Tehát ezt úgy képzettek el, mintha ilyen FTP-re így fölpakolásznék. Aki szokott szervereket használni, ez gyakorlatilag látjátok, ugyanazt csináljuk, amit megszoktunk. Na kijön, most akkor menjünk SSH-val újra be. Hát ezt hívjuk vissza. Egyébként ez úgy működik, hogy a USB-n, ha bedugtam a gépbe, akkor, hogyha nincsen hálózati kábel így ráforrasztva, akkor az USB-n keresztül egy ilyen RNDNIS vagy NDIS protokollon keresztül megosztja az Ethernetet az USB-n át. És úgy tudunk rá belépni. Tehát úgy lesz rajta hálózat ezen a kicsi gépen. Ez tök elmés dolog egyébként. Azt olvastam, ez megint egy érdekesség, hogyha a ti gépetek Windows, de ugyanúgy ezt a kis dobozkát akarjátok programozgatni, meg így ilyen embedded beágyazott fejlesztéseket csinálni vele, akkor tök szívás, mert drivereket kell felpakolni Linux alatt, bedugod az USB-re, és így rá tudtok csatlakozni erre a kicsi aranyos mini számítógépre, ami szintén Linuxos. Na szóval, beléptünk itt a dologba, és látjátok ott a könyvtár, amit a múltkor csináltunk, tehát az úgy ott maradt, és az SD kártyán, és most oda került ez a zip file, ami a C fordító. Na, ezt unzippeljük ki. Elég gyors egyébként, mert ez egy gigahertzes gép. Tehát láttátok, hogy nagyon kicsi, de ez egy gigahertzes. Semmi ventilátor, passzív hűtés az egész, még hűtőbordás sincs most rátéve, tehát semmi extra. Még mindig van egy csomó free memória. Mert hogy a free alatt nem a free-t kell nézni, hanem az available-t meg a cache-list is lehet látni, hogy azért vannak olyan dolgok, ami nem annyira vészes. Na szóval, kész lett a C fordító, illetve kitömörítettük, ez még nem kész. Van itt egy install.sh, ezt gondolom jó lesz. Oké, nincsen álljogunk, chmod. Na. Plusz X. Oké. Na, valami történik. Aha, tehát föltette az perusr per lokál alá. Install success. És ez nem a GCC, hanem ez a TCC, Tiny C Compiler, azért, mert ez még kevesebb memóriát használ, és hát ugye nem sok memória van ezen a gépen, tehát érdemes van olyan C-fordítót rátennünk, ami kevés memóriát használ. Permission denied, aha, nem adott neki a script jogot, teljesen lokál biztosít van. Ja, pont per TCC-t írtam, úristen. Na, lehet egy másodikra, elsőre a jót. Na, és akkor itt van. És van most egy szép fordítónk. Nézzük meg a verzióját. RISC-V 64 bites. Egyébként 64 bites ez a kicsi számítógép, azt nem is mondtam. Szépen meg van fordítva ez a szép fordító. Úgyhogy csináljunk egy programot. Ugye a VI szövegszerkesztőnk az van rajta. Úgyhogy az már ismerős lesz, vagy valami ahhoz hasonló ilyen nagyon egyszerű dolog. Úgyhogy insert módba menjünk be, include-oljunk be stdio.hát, és akkor azt mondjuk, hogy hát írjuk csak egy hello world-ot, most nem akarom ezt túlbonyítani. Nem printf-fel írom a hello world-ot, hanem puccal. Mert az rögtön hozzáteszi a sor végét. És ugye nem tudsz ilyen több paramétereket adni neki. Csak azért, mert mindenki printf-fel írja, én is azzal szoktam. De hát, legyen ott egy felkettőjelös. Szóval legyen egy kis változatosság.
Csak akarom mutatni, hogy tényleg van egy C-fordítón, kíváncsi leszek, hogy ugye ez lefordul-e, és működik azon a nagyon kicsi számítógépem. Még egyszer megmutatom. Ezen a kicsi aranyos számítógépem. És persze ebben az a lényeg, hogy itt vannak rajta ilyen kicsi lukak, tehát furatok. Majd végig megyünk kicsit a dokumentáción, hogy érdekességképpen, hogy egyáltalán miket tud. De most nem fogom ezt ilyen részletekbe menően megmutatni, csak ki akartam próbálni, hogy tényleg be lehet rá jelentkezni, tényleg fut rajta a Linux, meg föl tudok-e rátenni egy fordítóprogramot. Így ilyen alap dolgokat, és akkor gondoltam, az a vágatlan videó még egy kicsit azzal lesz végig, hogy beszélgetünk róla, hogy pontosan miket tud a doksi alapján, meg hogy mennyire jó egyébként a doksi, nagyon jó a doksia. Na jó, szóval ez lesz a hello.c. Ugye most ott lett, hogy hello.c, és akkor azt mondjuk, hogy tcc hello.c, még a tab kiegészítés is működik, szóval hello, és akkor azt mondjuk, hogy pont per hello. Ott a hello world. Tehát írtunk egy programot, úgy, hogy a fordítást ezen a kicsi számítógépen végeztük el. Szerintem király. És gondolkoztam, hogy a címe a videónak az legyen, hogy Linux mindenen is fut, vagy miért jó a Linux beágyazott fejlesztésen, meg mit tudom én ilyen dolgok. Tehát, hogy még nem dölt el teljesen a fejemben, hogy mi lesz ez a cím. Egyébként még egyszer megmutatom, mondom, egy SD kártyához hasonlítom. Jó? Tehát ez a számítógép, ez meg egy SD kártya. Oké? Okay? És ezen írtuk most a programot, láttátok, gyorsan reagált, kevés memóriát használtunk, de egy teljes Linux rendszer fut rajta. Tehát ez nem egy FuzzX, mert például a Raspberry Pi Picon egy FuzzX-ot fel lehet tenni. Nem, ez egy rendes Linux, és egyébként az, hogy egy 1 GHz-es géperrel föltetünk egy rendes Linux-ot, az elég király. Na, beszéljünk egy kicsit akkor erről a gépről, meg egyáltalán mi a RISC-V. Jó, TinyCC, ezt ott letöltöttem már. Jó, Arch Linux-ot is fel lehet tenni, és akkor kicsit több RAM lesz, mert a kamerát kikapcsolják benne. Tehát mert ehhez van ilyen kamera modul, azt is megvettem úgy érdekességképpen. És ha azt kikapcsolják, akkor kb. 55 megáig fel lehet menni a szabad memóriával 64-es rendszeren. Szóval elég jó. Hát jó, mihez képest? Tehát valakinek annyi gigabyte RAM-ja van körülbelül, mint itt, amit használ a rendszer. De most nem erről van szó, hanem ugye önmagához képest az ugye sokkal spórolósabb. Viszont itt van ez a milkway.io docs. Milkway gyártja ezt a RISC-V típusú dolgot, amit mondtam, ez teljesen ilyen nyílt nem is, de standard végül is mondhatjuk, standard, nyílt hardware. És akkor itt egy overview, tehát itt látjátok most kinagyítva, amit én fogtam a kezemben is, tehát ez mondom, ez ugyanaz a kis villogó picik-pöcök. Egyébként az a processzor ott rajta ott középen. És a RAM is bele van téve szerintem. Igen, az SD kártya azt meg itt egészen fönt látjátok, SanDiskos éppen. Az egyik Pi-ből loptam éppen ki, aztán most mondom, erre felhasználom erre a demozás, kipróbálás céljára. Na itt vannak a specifikációk, ez egy Zwitek processzor, van benne egy magam 1 GHz-en fut, egy ilyen C906-os, meg van egy másik C906-os, tehát lényegében ugyanilyen mag, ami viszont 700 MHz-en. Ez kicsit ilyen amorf alakú. DDR2 memória van benne, 64 MB. Hát az nem olyan sok, de látjátok, a Linux teljesen elfut vele. Tehát ahhoz képest, hogy mondjuk mit tudom én, valami ilyen beágyazott cucchoz általában valami teljesen egyéni dolog kell, és nem egy rendes Linux fotóalta, vagy nem egy akármilyen operációs rendszer, maximum egy real-time operációs rendszer, az a FreeRTOS. Ahhoz képest ez elég király. És ugye könnyen használható, mert megszoktátok, hogy kell C-be programozni, milyen fájlok vannak, minden Linuxon fáj, mint Unix filozófia, stb. Majd lesz erről egy egyszer talán videó más témában. Úgyhogy nézzük. Storage, rá lehet forrasztani egy ilyen NAND, SD NAND-ot is. Jó, oké, meg van microSD, amit bele lehet dugni. Ez a ráforrasztandó, ez úgy képzeljétek el, hogy ez olyan, mint amiből áll a SSD belül, olyan kis csipekből egyet rá tudsz tenni.
tehát ugye ez nem olyan gyors, mint egy SSD, mert az ugye menedzseli meg minden, de erre is van lehetőség. Most ezt csak most látom. USB, oké, okay. Van egy olyan, ami ki lehet vezetni USB-t, tehát hogy mit tudom én, bele tudjunk dugni valamit ebbe a gépbe, mert ez egy teljesen full számítógép. Van egy kamera hozzá, most az nincs kéznél, az a modul a másik szobában, nem futkározok ki érte. 26 láb, tehát hogyha beforrasztasz ilyen tüskesort, akkor 26 lábon tudsz miten ledeket villogtatni, vagy valamiféle dolgokat csinálni. És akkor azt mondja, hogy processzor, jó, hát ezt beszéltük. Van benne egy, ja, ezt nem is mondtam, van benne egy TPU, az mit jelent? Az egy ilyen mesterséges intelligenciás jellegű külön unit. Na, most nem itt eszembe a T pontosan mit jelent. De ide van írva, hogy a Smart Detection, mert ugye ez igazából egy ilyen kamerának fejlesztették, biztonsági kameráknak, meg ilyeneknek. Persze minden másra jó, amit megveszitek, mert marha olcsó, mondom, ez a 2000 forintos ára, 3200-ért is van, stb. De alapvetően arra találták ki az eredeti gyártója, hogy ilyen biztonsági kamerákban is jól legyen. Látjátok, videó, encoding és decoding, tehát el tud tömöríteni, valós időben erre van hardware támogatás, mindenféle szenzorok, képoptimalizáció, audio codec, hát hogyha hangot akarsz felvenni a videokamerával, fizikai hálózat, ezt be kell forrasztani külön, mert így nincsen rajta alapból, megvettem külön egy ilyen modult, és akkor csak a lábakat kell beforrasztani. Jó, soros kamera, Ethernet, 100 megabit szekundumos, USB, az 2.0-as USB, hát ez egy nagyon kicsi gép, tehát ne várjátok sokat egy ilyen 2-3 ezer forintos számítógéptől. De tud host módot, meg tud kliens módot, tehát tud úgy viselkedni, mint a mint ez a nagy laptop, ez, hogy beledugsz egy USB kulcsot, egy pendrive-ot, és akkor azt felismeri, úgy is működhet, meg úgy is működhet, hogy ő maga, mintha ő lenne a pendrive. Ugye ezek hasznos dolgok ilyen kis eszközöknél. MicroSD kártya, SD3 protokoll. És akkor itt vannak, ami beágyazott fejlesztőknek érdekes lehet, hogy 26 ugye bármilyen célú port, ilyen digitális input-output, 3 i4c, hát ez ilyen buszrendszer, hogyha valaki ismeri, egyetemen általában BMS szokták ezt tanítani, én nem oda jártam, de polóból is látszik, hogy inkább eltés vagyok, de szóval azért ezt is szokták ismerni. UART az igazából olyan, mint a soros port, csak kicsit alacsonyabb jelszinteken általában, tehát így lehet, hogy kell egy szintelesztés, de ez igazából az, a soros kommunikációs port, ebből 5 is van rajta, ez nagyon hasznos egyébként, mert van is olyan projektem, ahol végül is most ilyen UART-os feladatok vannak. Ez nem tudom, mi az a STIO most hirtelen, SPI az is olyasmi, mint az i4c, az is egy soros protokoll, egy pár dróton, az i4c az két dróton, ez pedig mit, itt van egy select drót. És akkor PVM az ugye motorvezérlés, analóg digitális átalakító, a JTAG az egy ilyen nem beágyazott programozás segítő dolog, most ebben nem mennék bele. És ja, ez nekem tök szimpatikus egyébként, hogy az egész kialakítás olyan, ha már kicsit ilyen elektronikaiből is belemegyünk, nem tudom, hogy az látszik-e, hogy az alján semmi nincsen. Konkrétan semmi, de ellenállás sincsen, sem passzív, semmilyen eszköz. Minden a tetejére van téve. Tehát, hogyha akarjátok, ezt így megveszitek, és akkor ilyen SMD jelleggel is lehet ezt a egészet ráforrasztani, tehát nem feltétlenül kell beletenni ilyen tüskesort, és úgy forrasztani be. Ez tök kényelmes lehet valakinek, mondjuk nekem inkább a tüskesoros kényelmesebb ilyen hobbi. Nem vagyok ilyen villamosmérnök, szóval nagyon messze állok, de szóval nekem az kényelmesebb lenne, ha úgy akarok valamit villogtatni vele. Viszont aki ilyen mitén nagyon profin akarja ezt valahova beültetni, így egy az egybe, hogy ne kelljen csak a csípet külön megvenni és ilyen nyákot terveznie, az tök jól meg tudja csinálni ezt. 1 mm szélessége van. Oké. Okay. Nem biztos, hogy látszott, amikor így mutogattam. Most ide van írva. Jó, milyen lukak, stb. És ami érdekes, látjátok, itt van olyan, hogy Arch Linuxot is tud használni. Van egy OpenCV mobil is hozzá, ez például ehhez a TPU-hoz, az egy ilyen neurális kis chip benne. Csak megint nem tudom, mi a TV. Szóval az OpenCV-ből egy ilyen mobilos változat,
ami itt látjátok 180 MB a teljes OpenCV, és ez ilyen 17, de majdnem minden fontos dolgot tud. Azt le lehet rá fordítani, és föl lehet tenni. És itt vannak ilyen leírások, és amire nagyon szeretnék utalni, hogy általában az a probléma, hogy amikor Kínában valamit így tuszatra nagyon olcsón csinálnak, és ilyen kis dobozba elküldik neked, egy valami hajóba rádobnak egy teherautónyit belőle, aztán valami ember kell kiszedeget, és beteszi a postaládádba. Szóval amikor ilyen öblesztett áru forma van, akkor néha szokott bejelenni a dokumentáltsággal, mert ugye előfordulhat, hogy full kínai ilyen ákombákomokat láttok, ha egyáltalán van dokumentáció, és sajnos az is előfordul, hogy nem mindig van, és így megpróbálják az emberekre rábízni, hogy ja, hát ez egy nyíltforrású dolog, hát itt van minden, tessék, bogarászátok ki a kódot, meg a mit tudom én, a nyák leírásokat, és akkor majd abban meg lesz a dokumentáció. De itt ez nem így van. Ennél, nézzétek meg, tök jól össze van overview, Getting Started, R&DS driver, hogyha nincsen, hogyha aki Windowsról akarja beledugni a gépébe, úgyhogy kommunikáljon vele, tehát fölprogramozni, vagy kapcsolatot létesíteni a kicsi Linux géppel, egy Windowsról akartok, akkor van ilyen leírásról, hogy milyen drivereket fel kell föltenni, Linuxon nem kell nekem semmit föltenni. Akkor itt van erről a chipről datasheet, föl van téve a GitHubra, a Duo Hardware-be áttették másik könyvtárba, de itt van angolul és kínaiul, és akkor megnézhetjétek, hát nem biztos betölt. Tehát látjátok, ilyen több száz oldalas ilyen doksik vannak róla, és angolra szépen le van fordítva időzítések, mindenféle paraméterek, mennyit használ, power consumption, mennyi energiát használ, minden frint front. És például most mondok egy olyan dolgot, amit nem nagyon reklámoznak, egy tök kicsi mikrovezérlő is van ebbe benne. Tehát az van, hogy van egy mag, ami 1 GHz-en van, van egy, ami 700 MHz-en, és mellette van egy 80-85-ös mikrovezérlő. Ez valahol benne volt ebbe a doksi, most csak így átfutottam, és ez tök király. Tehát, hogy ha valahogy feléleszted, akkor mit tudom én, el tudod sleepbe tenni ez az egész chipet, és ez a kicsi mikrovezérlő majd visszaéleszti, meg ilyeneket is tud. Tehát ilyen egészen nagyon jó kis dolog ez. Úgyhogy aki ilyen berhelkedős emberke, az eleve érdekelheti. Én meg főleg a Linux miatt érdekelt, és mivel ennyire olcsó volt, akkor mondom, vettem belőle. És akartam ezt a rövid videót csinálni belőle, de szerintem az úgy lejön az embereknek, hogy nagyon jó a dokumentáció. Tehát azért nem ez a megszokott kínai szint. Látjátok, a nyelv is egészen értelmes angol. Jó, persze nincsen lefordítva magyarra, most ezt a videót végül is a magyar nyelven megcsinálom, így a bemutatót, ha valakit érdekel, akkor utána tud érdeklődni, valaki lefordítja neki, ha esetleg nem tudna angolul. De nagyon jól le van fordítva angolra, persze ezt le tudod fordítani magyarra. Tudom, már kínai is csak a... De hát, hogy azért angolban így értelmesebb az egész. Tényleg beletették az időt is, és néhány dolog még nincsen, tehát coming soon. Tehát ez most jött ki nagyon új, ez a RTOS magot, hogy kell programozni, arra itt lesznek példák, stb. Ezt van egy Discordjuk, ott is magyarázták. Úgyhogy, ja, és működik hozzá ez a Wiring X. Ez a X, ez korábban nem X volt, hanem talán ismeritek úgy, hogy Wiring P, meg Wiring mit tudom, micsoda, és a X az végül is azért lett, mert mindenféle ilyen kicsi mini számítógépnél használt ezzel a szoftverkönyvtár, és azzal ugye lehet villogtatni a ledeket, meg a lábakon mit tudom, üzeneteket küldözgetni, beágyazott dolgokat leprogramozni. Tehát ezek működnek, és itt például, hogy INEC-be, SPI-ba, UART-ba, itt van például, hogy kell soros kapcsolatot felépíteni, és egy code example, aki tehát itt vannak ilyen kód, példakódok, amivel mit tudom én, a hardware-t lehet piszkálgatni. Tehát látjátok, nagyon szépen dokumentált. Úgyhogy csak ezt akartam megmutatni, és ja, tegyük vissza magunkat is arra a képernyőre. Na, ez nem sikerült, mert nem magunkat tettem, hanem a böngészét. Úgyhogy ezt ennyi, nem húznám hosszabbra.
Igazából mindent megmutattam, amit szerettem volna. Nem lehet ennél mélyebben belemenni szerintem egy ilyen rövid videóba. Akit érdekel, az úgyis majd szépen belemélyül. Ezt én is inkább ilyen gondolatébresztőnek szántam, hogy milyen király eszközök vannak. És tényleg a Linux, azt látjátok, elfután mindenen. Na, sziasztok! Oh-ho-ho!